Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásomat Valkyával. És mit maradt abba, ugye, hogy megtámadtam ezt a várost, amit ugye el akarok foglalni. Oké. Lett egy Potion of Toughness király a démon hercegnek. Plusz ugye az előző részben volt egy hatalmas csatám Drasshoat ellen, és sajnos elveszítettem két Skullcrushert, és három Chosen-t, ha jól emlékszem. Plusz igazából elég közel volt ugye a vereség, de a végén meglett ugye az a csata. Várjunk, valahol lázadás lesz. Östermark. Rendben. Hány területe van az ortodoxinak? 23, és leképeztek néhány sereget. A legjobb az egész, hogy egy Prágot nem fosztotta ki ez a Rogue Armies sereg, vagy frakció. Lassan, de legyőzöm ugye Drasshoatot is. Midland megsemmisült. Unleash the bloodlust to the victor, to the souls. Jön ugye Festus. Oké, mindössze 5 területe van. Pendant of Slaanesh. Várjunk, van Trickster Helm. Oké, tudok képezni egy... Mi ez már? Exalted Hero, és... ugyanúgy mágus is. Now we see.
Oké, itt van néhány jó egység. Oké, okay, ezt a frakciót jó lenne legyőzni. Mivel nagyon erős egységeket tudnak képezni. Majdnem elérem. There will always be blood. Karnitz awakens. Okay, ezek itt csak gobók, ami nagyon jó. Várjunk, hány kör, még visszakapom a mágust? Még egy kör, oké. Now is chaos. They will be dominated. Ascended. Várjuk, ezt át tudom alakítani. Oké, meg lett ugye a 4 Skullcrushers, van ugye 4 Hounds of the Bloodhunt, meg ugye 2 Aspiring Champion, 2, 4, 6, várjunk, 2, 4, 6, 7 Chosen lesz majd idővel. Várjunk, ennek nulla kör a megépítés? Az hogy? Ráklikkelek és elkészül? Azt valójában ki akarom próbálni. Ó, itt van military presence. Kislev ugye... le tudott képezni néhány sereget. Á, fenébe. Várjunk, ez az épület, nem kell már ide többet. Oké, okay, még van egy káosz lovag, nagyon jó, és... még kell ugye a két... ügynök. Oké, okay, a városi őrség az nagyon jó ott, ugye? Nem, valójában kell egy körja. Na várjunk, legyen... legyen ez. Talán kapok extra pénzt ugye... az épület miatt. Ó, bakker, hihetetlen, a játék nem ad... nem ad se káosz harcos, se lovagot. Ez nagyon rossz. Oké,
Na jó, le kell győzzem az itt lévőket. Viszlát! Túlságosan gyengék voltak. My ascension is assured. They died well. Someone's getting strangled. My Saturn discs of Zinch. Excellent. Várjunk, neki milyen Path to Glory van? Oké, nyerjek meg öt csatát, és... legyen egy olyan... és... érjen véget úgy egy kör, ugye, egy régióban, hogy mínusz 50 közrend van. Ha jól értem, az... hát, itt mínusz... mínusz 40... hét, meg ugye mínusz 3, szóval oké. Az valójában jó nekem. Igazából ez a sereg, meg ez a sereg egyesüljön kéne. Át kell mennem ide, a Dragonfang Mounthoz. Oké, visszajött ugye a mágus. Oké, három kör és tovább tudom fejleszteni Zárna Grundot. Oké, ezt le kell játszom. Nem valami erős sereg amúgy. Csak annyi az egész, hogy Catherine-ről van szó. De igazából nem annyira veszélyes sereg. Oké, irány ide. Az íjászaikat ugye kell blokkolni a fákkal. Oké, szerintem simán verjük őket. Fák között ugye nagyon jó harcolni, mivel rendkívül sok lövést ugye felfognak a fák. Hú, de sötét van itt, te jó ég! Igaz, hogy egy, ugye Szilvánia területén harcolunk. Szóval nem meglepő, hogy ennyire sötét van. Kétszáz sebzést okozott ez az egység. 210. Wow. Mészárlás.
Oké, sajnos felfedezték ezt az egységet, de nem baj. Oké, bár ezeknek a szárnyas lancereknek annyi. A kutyulik megeszik őket. Ojoj, az lőni fog. Oké, tűrhető volt. Elmondaná valaki, hogy hogy lehet a Warhammer 3-nak annyira rossz skirmish legyen, ugye? Az egységeknek, hogy egy elementál maci eléri a izét, az egységet. Elkapja egy elementál maci. Ami a lassú, mint egy csiga. Ebben a játékban az egységek nem képesek előcsatározni. Olyan buták, hogy az nem igaz. Oké, az csúnya volt. Neki van egy ilyen chilling aurája. Aha, veszít az egység 30% speedet. De még így is gyorsabb a izé a martalóc. Nem, ebben a játékban nem tudnak, szóval egyszerűen nem. Egyszerűen nem tudnak előcsatározni az egységek. Egyszerűen nem. Egyszerűen nem képesek rá, hogy normálisan előcsatározzanak. Folyamatosan elkapják őket. És nem azért, mert ugye az egységet lelassítják, mert valójában még így is gyorsabb volt az egység, mint a maci. Hanem azért, mert egyszerűen olyan buták, hogy látják, hogy az ellenség közel van, ugye látja az egység, hogy közel van, de mégsem távolodik el tőle. Szóval annyira rossz az egész előcsatározás a játékban, hogy az szörnyű, tényleg az egyszerűen katasztrófa, hogy mennyire rossz. Oké, ezt a Manticore-t valójában lecserélném valami másra. Nem nagyon kedvelem a Manticore-t, annyi az egész. Szerintem nem olyan jó egység. Oké, Catherine-t el kell intézni. Ja, Catherine-nek amúgy csúnyán annyi. Teljesen be van kerítve. Oké, amúgy army losses. Oké, ugye, hogyha elkapjuk ezt a két egységet, akkor az ellenséges sereg teljesen megsemmisül. Na meg ugye a legrosszabb az egész, hogy ráküldöd az egységédet a menekülőkre, és van úgy, mikor egyszerűen felhagynak a támadással az egységeid. Ja, ez valójában nagyon jó volt. Leginkább életerőt veszítettek az egységek, ami nem gond.
Igen, ugye 157 veszteség. Amiből 46 az nagyjából ugye martalóc lovas, ami nem olyan lényeges. Wow, veszítenék 4 Chosen-t. Megint Drasshoa the Ashen, méghozzá csomó Fire Glaives Bakker. Oké, ám bár a terep az egész jó. Ötven másodperc, mire bejön az erősítés. Úgy vagyok vele, hogy... várjunk. Ó, ide... Ó, ide tudom rakni az egységeimet! Ó, király! A izé miatt ugye, a... Vanguard deployment miatt. Ha! Király. Király, király, király. Bejön az ellenséges erősítés, aztán egyből vágjuk őket. Oké, az inkább baráti tűz volt. A gond ugye, hogy... Ó, várjunk, Dreadquake Mortar! Igen, Dreadquake Mortar! Az erősítésük ugye nem jelent problémát. Az mondjuk probléma. Followers of chaos! Stone crushers! Northern barbarian!
Egyszerűen nem támadja, amit kell. Oké, mindeddig az egységet nem veszítettem teljesen, de jónak jó volt, de egyben nem is. te jó ég. Igen, ugye azok a képességek, azok nagyon erősek. Ám bár, ha mindaddig az egységet nem veszítettem el teljesen. You will die weeping, like... Still your tongue, so I... ha legyen ez. Több lépési pont, hogyha nyerek egy csatát. Várjunk! A nagy veszteség valójában jó dolog. Mert... Valkia kapott body counter trait-et, ami 5% életerőt jelent. Szóval még ugye kéne nyerjek ilyen csatákat. Oké, van egy ötletem. Meg kell szerezzem még egy lorddal Drasshoatnak a trétjét. Oké, és ugye hány kör még visszakapom a démon herceget? 5 kör, oké. De ugye ahhoz, hogy a Drasshoatnak a trétje aktiválódjon, ahhoz ugye le kell legyen képezve a Lord. De ugye amúgy is akarok képezni még sereget. Reforged for murder. The glup. Violence and death. Het woman. This is why. There will always be blood. Dominance. I'll move. For Khorne. Accept death as a blessing. Sword maiden of the blood god. Onward to destruction. Khorne dominates here. Okay, sajnos káosz lovag nincsen. Demon prince. There shall be ruin. Reap without mercy. Demon prince! The world will quail! Jelenleg ugye, hogyha megnyerek egy csatát, akkor visszakapom az összes lépési pontot. An artifact of ruin! Kill! Maim! Slaughter! Slaughter! Arneth wills it! Onward! Lord of Court! Pont, hogy nem érem el. Fenébe. Demon prince. Into darkness.
Oké, ott vannak. Income from all buildings, 20%. Ja, ez kéne. Lord of Korn, onward! Oh, hello. Ah, felszabadították ezt a frakciót, lol. Oké, okay, itt ugye valahogy úgy kéne véget érjen a kör, ugye, hogy több mint mínusz 50 közrend van. Szóval azt kell fosztogassam a saját területemet. Ahhoz, hogy meglegyen ugye az a... képesség. Oké, okay, ez az épület, nem kell többet. 8 terület, Drasuad Diashen. Tökéletes. Amúgy, ha minden igaz, akkor... Aranyfog. Igen, ő ugye szerzett néhány területet. Plusz 5 melejáták trolloknak és mantikoroknak. Oké, okay, az kell, mert ugye trollokat használok. És ugye plusz melejáták nekik, az nagyon jó. Useful adornments. Oké, nyerjek meg 5 csatát, ez nagyon jó, legyen 2000 ölés, az is jó. Kap Gorfiz képességet, na ja. Az nagyon király. És végezzek ki foglyokat. Az már épp annyira nem fontos, de rendben. Ez ide nem kell többet. Oké, hogy elnézem, nincs más választásom, mint az, hogy martalóc lovast fejlesztek ki lovagra, meg ugye utána Skullcrushers, meg a martalócokat kifejlesztem. Káoszharcos, vagy ugye igen, káoszharcos, utána pedig Chosen. Mert jelenleg ugye nincs káoszharcos, vagy káosz lovag a provinciában. Ami rossz, de hát ez van. Tökéletes, annak a frakciónak vége. De jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ó, várjunk! Itt... nem szkévenek vannak, ugye? Ne, szkévenek nincsenek. Pedig... de vannak! Várjunk, itt van! Oké, meg kell szerezzem Trottnak a trétjét. Várjunk, neki... Oké, neki nincs meg Drasuadnak a trétje. Arra gondoltam akkor, hogy valahogy úgy kéne csináljam, hogy vele megszerzem Trottnak a trétjét, és ha az megvan, akkor ugye addigra visszakapom ezt a démon herceget, és akkor kicserélem, mert neki ugye megvan Drasuadnak a trétje, és akkor ugye őt majd leképzem valahol itt, és megszerzem Drasuadnak a trétjét. Hello.
Na várjunk, itt azokat vissza kéne verni. Oké, ők erőltetett menetben vannak. Ó, elég erős sereg. Na de várjunk. Boyars bow to no one. By my demonic hand. Oké, most ugye az lesz, hogy vagy rámennek. Várjunk. Van egy ötletem. Yes, my ruinous power. Van egy ötletem. Destruction for all. Várjunk, várjunk. Három Regiment of Renown Corn Bloody Fist-en van. Wow, wow, wow. Az nem rossz. Úgy vagyok vele ugye, hogy okozzak nekik minél nagyobb veszteséget. Oké, ezt át tudom alakítani, Skull Crushers, nagyon jó. Oké, lett egy káosz lovag. Várjunk. Oké. Várjunk, Henry the Hammer, ja. Kill an undead karakter. Az azt jelenti, hogy... Itt kell lázadás legyen, hogy visszatérjen... hogy is hívják már? Helmand Gorst. Sword Maiden of the Blood God. Sharmal. The Gore Queen. You did siphon power. For the Blood God, you will serve destruction. You dare? I will not fail. Okay, nem olyan rossz képességeket kapott, de nem is a legjobb. Rewards for the mighty Lord of Khorne. To war. Karnith's awakened. Damned with power. Ruination and death. I have risen. A throne for the prince. Demon Prince of Kor, leave nothing but gore. Ascended. Nézem, hogy ezeknek megvan mindegyik. Igen. Mondjuk... A Chosen egység, ugye ez...
Chosen Leader, ugye? A Chosen egységek 50%-kal nehezebben fáradnak ki, az nagyon jó. Á, mindegy. Gondoltam, hogy kicserélem, de... Jó az. Valójában jó az. Kéne még kapacitás, ugye... Exalted Hero-ra. Van lovag. Király. Oké, okay, ezt át tudom alakítani. Chosen, király. Oké, okay, itt le kell képezzek egy lordot, hogy ezt kolonizáljam. Itt lázadás lesz. Várjunk. Oké, okay, azt mondom, hogy a következő körben ez a képesség meg lesz. Oké, okay, Chaos lovag nincs, Aspiring Champion nincs, Chaos harcos nincs sajnos. Oké, okay, mind a három karakternek ugye az kell, hogy nyerjek egy csatát démon frakció ellen. Várjunk! De hát én harcoltam démon frakció ellen. Ó, lehet le kellett volna játszom a csatát. Oké, okay, az mondjuk gáz. Na de mindegy, legyen az, hogy ezt itt megtámadom. És ugye le kell játszom a csatát, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!